6-7-es németországi felkészülés követően jó formában utazott a felnőtt országos bajnokságra Majoros Bence, azzal a céllal, hogy a lehető legtöbbet kihozza magából Céldömölkön. A 18 éves játékos egy érem megszerzésében reménykedett, végül azonban kettőnek is örülhetett a tavaly ősz óta a német harmadosztályban szereplő játékos. Párosban senki nem tudta felülmúlni Szita Mártonnal alkotott duójukat, egyesben pedig a későbbi győztes jelentette a végállomást Majoros számára. Egyiket sem volt egyszerű megszerezni, mind a kettőt küzdeni kellett sokat. Hát egyénibe 4-2-t játszottam 8 közé, 4 közé pedig 4-3 döntőszett 13-11, szóval az is nagyon-nagyon nehéz volt. Párosba pedig ott is elődöntőben nagyon-nagyon nagyot kellett játszanunk ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni a meccset a Szuli Lakatos páros ellen. A döntőről meg nem is beszélve, tehát ott meg döntőszett 9-re nyertünk a Nagy Krisz Linner Ádám ellen. Úgyhogy mind a kettő nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni. A fiatal asztali teniszező a bajnokság után egy hetet Nyírbátorban készült. Nevelő egyesületénél továbbra is figyelemmel kíséri korábbi legjobbjuk fejlődését. Tartjuk a kapcsolatot a Offenhauseni vezetőedzővel, és van egy folyamatos visszajelzésünk arra, hogy éppen hol tart most. Azt látjuk, hogy a Bundesliga 3-ban, ahol ő most játszik, ez az első profi szerződése, és ez az első profi éve, folyamatosan egyre jobban teljesít, és a nemzetközi megmérettetéseken is olyan skalpokat gyűjtött be, ami már mindenképpen megsüvegelendő, top 100-as játékost volt képes megverni, de olyanokat is, akiket jellemzően a magyar játékosok még megszorítani és alig-alig tudtak. Majoros Bence ezen a héten egy luxemburgi Pro Tour versenyen áll asztalhoz, majd visszautazik Németországba a csapatbajnokság hátralévő meccseire.